Na, szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper Papa jelentkezik egy kis unboxing videóval, posta cuccos videó, úristen, ezt nem szabad mondani, mert kopi lesz. Figyeljetek, arra találtam ki, hogy fészkemes csomagbontás lesz. Hogy ne csak a csomagot lássátok, hanem az arcomat is. Na, nagyon sokan ismeritek Bundit. Ugye mindig emlegetem a csatornámon. Ő itt lakik a szomszéd faluban, és mondhatjuk, hogy gyerekkori barátom, nagyon-nagyon régóta ismerem, nem tudom, nagyon x éve, tizen sok éve, és múltkor önöki reklámoztam ugye a csatornáján, talán 3 nappal ezelőtt, hétvégén, ugye. És hozott nekem egy csomagot. Pont nem voltam itthon, 3 óra fele jött, és én 3:30-kor érek haza délután, és nézzétek egy ekkora csomagot. Még akkor, amikor hirdettem ezt, hogy lehet küldeni nekem ilyen különböző dolgokat, akkor írta ő, hogy ő is fog majd összeállítani egy csomagot. Szóval megkaptam, köszönöm szépen neki, nem tudom, hogy mi van benne, rohadt nagy. Elvileg 2 kamerával veszem a dolgot, egyikkel látjátok a csomagot, másikkal meg láttok engem, ahogy bontom. Na, én nem tudom, hogy hogy lesz összevágva, remélem minden stimmelni fog. Na, neki állok bontani egyébként, és én mutatok nektek valamit, nem tudom melyik kamerának mutassam, talán mutatom ennek, jó? Ezt rajzolta. Pont fordítva van a kamera most, ugye? Tükrözve van, na mindegy. Az a lényeg, hogy rohadt jól rajzol, megmutatom ennek a kamerának, és még nem tudom, melyik kamerának a képe lesz, meg hogy lesz összerakva. Azt akartam, hogy 2 kamera mindenképp rögzítse, hogy nehogy valamiről lemaradjunk. Keeper the Tank rajdon, és ugye feladó 666. 666 Devil, Why Devil, hasonló neveken szokott ő lenni. A csatornájának a neve az pedig ugye 666 Devil, ha jól emlékszem. A imádja a rockot egyébként, meg ő neki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyéni stílusa van, imádja a katonai cuccokat, meg nagyon sokszor meg szokta a szakállát nevezteni, de hosszabbra mindjárt, ilyen tök hosszú, ilyen, meg régebben még ilyen összefont 2 oldalra kecske szakálla volt, meg ilyen, körülbelül úgy nézett ki, mint csatornapatkány, vagy nem tudom, hasonlóan. Pont ahhoz hasonlítottuk Bunit, hogy hasonló egyéniség lehet csatornapatkány is, mint ő volt akkoriban. Na, bontsuk ki, nem tudom, mi van benne, rohadt nehéz. Nem tudom, gyerekek, komolyan, egyszerűen nem tudom elképzelni, mert nem is beszéltünk erről, hogy nekem küld, azt írta, vagy azt mondta, hogy küld, ír egy levelet, vagy nem tudom, de tényleg most megnézem. Jó, bontsuk ki. És leszögezem, hogy ezt nem egy idegen embertől kaptam, ezt barátomtól kaptam. Úgyhogy ne az legyen, hogy hú, és miért kaptál ilyen csomagot, hát miért, hát ő nem egy valaki, ő a Bundi. Na, az egy fogalmam sincs, hogy mi van benne Bundi. Mi a franc, én meg különben egy kicsit szarul érzem magam, mert remélem, nem tudom, hogy miért küldtél nekem ilyen dolgot. Hát a újságpapír van bőven. Mi a fasz? A fasz, Bundi. Újság, Zala hírla. Megszólalt van már tégla, mint? Mi a rajz van benne, Bundi? Mi ez? Oh my god, brother! Küldött egy ilyet! Ilyen mini croissant, ezt nem fogom tudni jól kimondani. Várjátok, a papírokat ide rakom. Remélem, hogy a csomagot meg itt látjátok a másik kamerát. Kipakolok mindent, és utána átnézünk az egész. Nem tudom, hogy miért. Most ezt komolyan mondom, ez... Szóval, hogy ez? Menj a francba! igen. Erről volt szó. Most nem tudom, hova mutassam. Ez egy ilyen kulcstartó. Tudjátok, van ez egy önpakasztós kulcstartó. És még Fókának a videója alá írtam egyszer egy eleményjátékba, hogy jó lenne, hogyha nyernek ilyen, vagy is adott jönben mondva Fóka ilyen nyakbakasztós kulcstartót, és még akkor írt a Bundi, hogy ő neki is van, és el fogja küldeni nekem. Na, köszi szépen. Bubászak ezt a szagadat. Mi a franca ez? Egy a franca, Bundi, nem miért? Jó, ki fogom fizetni neked, hogy cseszteted. Hát mi a tököm? Hogyha valami illegális dolog van, mert akkor meg kivágom a videóba. Ez vas. Hozd meg, ez vas. Mit szabít csába, Bundi? Jó, ezeket mind visszaküldöm.
levágom a kezemet, akkor te lelkedett szarod. Ez egy izé. Ez egy konkrétan egy bicska. Hova mutassam, gyerekek? Ez egy rugós kés. Igen. Elmész a franza bundi. Neked el fogom visszaküldeni, kifizetni, összeszámolom az egészet, azt feladom postán, neked szépen az árát amúgy meg. Arra készülhetsz valahogy. Ennek tele van még ez a doboz. Most ez rohadt. Jó, bundi gazda, komolyan mondom. Á, nem kell, nem, hát. Jó, ilyen hülyeségre költesz, basszus. Tessék. Mindenki most engem lefog, ki fog írni, hogy kommentekben, hogy mi a franc, te ezt nem érdemled meg. Hát. Jó, akkor most már látjátok legalább bundi milyen ember. Mi a szóval? Energiaital. Hoppá! Hova mutassam, gyerekek? 9 mm. Egy olyan, mint egy baromi... Megmond... És ez... Kurvára égek, bazdmeg. Ez sör. Vigyunk egyet. És leszette az árát. Leszette az árát, gyerekek. Mindennek. Nálunk nem tudom ti hogy vettök vele, nálunk így a, főleg a családban, meg így a baráti társaságban soha nincs az, hogy rajt hagyod az árát. Még ha tudja a másik akkor is, az egy ilyen, az annak számít bunkóságnak, hogyha ajándékot adsz, és rajt hagyod az árát, akármi egy 5 forintos dolognak is. Nem tudom, hogy nálatok ez szokott lenni. Sörözni fogok. Á, gyerekek. Azt még tele van a doboz, itt látjátok. Tudtok itt sasorni. Másik kamera. Hoppá. És ide visszarakom ezt. Le fogunk rúgni már. Jó, mondjuk itt. Arra készülj, hogy ezt ki fogom pillanni. De meg tényleg, bazd meg. Komolyan neked is tudom, hogy... Mindenhol rakhátok arra pénzt, és itt is egy sör bazdok. Nem hiszem el. Jó van, bassz. Oké. Nem. Veszek neked egy csomó kacatot. Nem úgy értem, hogy kacatot, hanem egy csomó mindenre meg fogom tölteni én is egy dobozt, és akkor ki kell bontanod azt is videóban. És ki kell bontanod videóban, nem érdekel. Tudom, hogy egyelőre még nem akarja vállalni a lapsát. Nem kell vállalnod. Elég, hogyha a kezed látszik, de ki fogod bontani, oké? Még egy sör. Ma be fogok rúgni, úgy látom. És ő mi? Egy papír arról, Airsoft élőben, egy ilyen szimulált környezetben, tudjátok mi az az Airsoft? Ez nem tudom, hogy ez most minek fájna gondi. Na jó van, gyerekek, itt látjátok szerintem a dobozt itt. És akkor most én ide vissza fogok pakolni mindent. Hát lenne, de bonditól nem kaptam. Meg egy veles tankot papír, ami szintén ilyen tapolcán ugye lehet vezetni. Nem tudom, melyik kamerának mutassam. Na jó van, srácok, ezt most megmutatom még egyszer, hogy miket kaptam tőle. És holnap csinálok. Holnap lesz egy unboxing videó, amiben én fogok Burninak küldeni dolgokat. De ez egy felhívás, hogy ezt ki fogod bontani a videóba, oké? Okay? Tudom minden, remélem látjátok. Ez nagyon übert, főleg ez a bicska, gyerekek. Ez kurva jön. Egyébként volt egy ilyen késem, és pont eltörtem. Mármint pont körülbelül fél évvel ezelőtt törtem el, de ez marha jó. Jó, köszönöm szépen, Budi. Igen, újság is van, és meg ez az energy drink, ezt meg se iszom. Igen. Na jó, sörözzünk, gyerekek. Akkor az lesz, ezután lesz egy unboxing videó. Holnap meg fogom ejteni, és azt Budira nem tudom, hogy fogom eljuttatni. Tudom, hogy fogom eljuttatni, mert ugye van egy közös ismerősünk, aki ott lakik, és ővel el fogom küldeni. Szóval holnap becsomagoló videó,
várok benneteket, és akkor Bunni, neked meg felhívást ki kell bontanod. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok egyébként velem. Remélem, hogy tetszett a videó. Jók legyetek. Sziasztok.